A vendég borrendek felvonulásával kezdődött meg a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend 20. zászlósbor díját adó gálája és borlovag bálja. A találkozón Rót Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A vendéglátó Nóéhegyiek elnök nagymestere Dínyés Ferenc örömének adott hangot, hogy idén újra vendégül láthatják a társborrendeket, és közösen köszönhetik a nemes nedű ünnepét. Ez a borbál az egyik legrangosabb esemény, legalábbis ezt hallottuk a városban, hiszen ez a egyik fontos jelképünknek, az zászlósborunknak a díját adója. Ugye a zászlósbor az, ami a borrendünket képviseli egész évben, mind a saját rendezvényeinken, mind a vendégborrendeknél, sőt, jó pár éve már a városbora is a zászlósborunk, és ezért egy nagyon szigorú választás előzi meg a választás. Nagyon szigorú feltételek vannak, csak fehér bor lehet, és saját bortermelőtől. A hagyományokhoz hűen a gálát megtisztelte jelenlétével Kocor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke is, aki szakmai szempontból értékelte az elmúlt esztendő történéseit. Az az igazság, hogy a kihívásokkal tele volt az az elmúlt év. Először is nagy volt a szárazság, utána nagyon nagy volt a meleg, sok volt a napsütéses órák száma, aztán változó területi megoszlásra ősszel hirtelen jöttek a nagy esők. Úgyhogy a szakma az most úgymond megmutathatja, hogy mit tud, de én azt hiszem, hogy a magyar borászok most is úgy, mint mindig a helyükön vannak. Az ünnepen napvilágot látott, hogy 2023-ban a királyi város zászlósbora ebben az esztendőben egy különlegesség, a csóborpincészet habzóbora lesz. Ez egy 2021-es évjáratú gyöngyöző bor, amivel nyertünk. Igazából nagyon-nagyon örülünk, hogy tényleg sokat szóra mi visztük el a zászlósbor címet. És ez a gyöngyöző bor, ez manapság nagyon-nagyon népszerű szerintem, nagyon kedvelik nem csak az idősebbek, a fiataloknak is, ugye egy ilyen kedvelt bora lett a gyöngyöző bor, főleg ugye nyáron nagyon szeretik. A hangulatos rendezvényen ismét megerősítették, jó úton járnak a hazai bortermelők, és ebben nagy szerepe van a borrendek szakmai munkájának is.